1517-ben Luther Márton Wittenbergben 95 tételét fogalmazta meg, és azóta ugye október 31-én ünnepeljük a reformáció ünnepét. Mit jelent ez a nap a keresztények számára? Mindennek van valamilyen formája, ugye Isten a maga formájára teremtett bennünket, és amikor van egy kis deformáció, akkor helyre kell hozni ezeket a dolgokat. Tehát a reformátusok vallják, hogy egy egyház van, és mi a saját hagyatékunknak tartjuk az egész kereszténységet, és az egyház mindig megújult a történelem folyamán, és lényegében az volt a lényeg, hogy akkor térjünk vissza az eredeti formához. Ugye a reneszánsz idején Boccaccio a Decameronban leírja például a visszaéléseket, és ez ellen harcolt maga a katolikus egyház is, a nyugati szárnya a kereszténységnek, és az úgynevezett reform zsinatokban valamit megoldottak, de nagyon sok kérdést nem tudtak megoldani, és történt egy ilyen robbanás igazából. Megkérdezte Luther, hogy ki bocsátja meg a bűnt. Ugye, ha a pápa tudja megbocsátani a bűnt, aki bűnbocsátó cédulákat adott Tetzel Jánosnak, aki ezt árulta, akkor miért teszi ezt pénzért, miért nem ingyen? Ha meg tud bocsátani, akkor miért nem bocsátja meg mindenkinek, hanem csak annak, akinek pénze van? És Luther, aki ágostai szerzetes volt, és ugye ő az egyház kebelében volt, ő kritika alá vont ezeket a dolgokat, és ugye elkezdtek vizsgálódni, hogy milyen is az egyház, mi kell, hogy az egyházban legyen, milyen kell, hogy legyen az egyház, hogy lehet üdvösséget szerezni, és ugye a reneszánsz meghozta maga a gyümölcsét, hogy térjünk vissza a forrásokhoz, az ad fontes elvből kifolyólag előszedték a Szentírást. És aztán a Szentíráshoz kezdték igazítani az egyháznak külső rendjét, az egyház hagyományát megvizsgálták a Biblia alapján, tehát az nem igaz, hogy a reformátusok azok eldobják az egyházi hagyományokat, nem, hanem ami a Bibliával megegyezik, azt elfogadják, ami nem, azt félreteszik. És így megszületik egy nagyon érdekes mozzanat, megszületnek az eredeti nyelven való prédikálás, tehát minden népnek a saját nyelvén, megszületik az irodalmi magyar nyelv, a magyar fordítások, és minden nemzetnek a saját fordítása. Meg kell érteni a Bibliát, és nem csak ugye egy külső formája kell, hogy legyen a kereszténységnek, hanem belülről változzon az ember, de ehhez érteni kell, ezért megjelenik az iskola, és ez egy robbanásszerű fejlődést hoz az iskola rendszernek a kialakulásában, eltörlik a skolasztika rendszerét, és megjelennek az új egyetemek, az új módszerek, a tudományosság, az orvostudomány fejlődik, a legjobb, híresebb egyetemeket, azokat annak idején a protestánsok hozzák létre, ahol tudományos alapra helyezik a dolgokat. Hogyha Jézus Krisztus megmentett bennünket, és a református elv, hogy egyedül a Krisztusban, az ő áldozata által van üdvösségünk, felmerül az a kérdés, amellett, hogy ugye az ember a túlvilágra, az örök életre gondol, hogy az a dolog is előjön, hogy az ember élete az érték. Megjelennek a nevek mellett a vezetéknevek. Addig nem számított az ember személyiségnek igazából. Reformáció kora után indul meg ez, hogy minden ember egy egyéniség. Megjelennek a szabadságok. Minden embernek szabad döntése lesz, hogy ő elfogadja, hogy ő milyen vallást követ. Ez a lelkiismeret szabadság, a szólás szabadság, az egyéni szabadság. Eljön az a gondolat, hogy ha Krisztus meghalt értünk, minden ember Isten előtt egyforma, tehát nincs király vagy egyszerű ember, ez oda vezet, hogy eltörlik a rabszolga tartórendszert, fellépnek a jobbágy rendszer ellen, és a törvény előtt, az Isten törvény előtt annak idején minden ember egyenlő. Aztán előjön az is, hogy Istennek úgy lehet szolgálni, hogy nem muszáj kolostorba menekülni, vagy remeteséget megélni, hanem azt mondta Luther, az egész világ
az én kolostorom, és az életbe is bejön a keresztény magatartás. És lehet látni azt, hogy ha gyümölcseiről beszélünk, akkor az Európa, amelyben sok protestáns ország van, az óriási fejlődést hoz magával, míg a keleti kereszténység, nézzük meg, hogy hol tart, ugye? Tehát honnan jön ez? Onnan jön, hogy azt mondják, mi nagyon hívők vagyunk, de nem érdekel bennünket ez a föld. Nem baj, hogyha összeomlanak az épületeink, a lyukasak, a kertjeink, a kerítés, az útjaink, hogyha minden le van rombolva, de majd mi a mennyországból ott leszünk. Azt mondja a protestantizmusban a reformáció felismerése, hogy Krisztus megváltott bennünket, elvégezte a megváltásunkat, a mennyország biztosítva van annak, aki hisz, és válaszul mi az egész életünket, oda kell, hogy szenteljük, és megjelenik a protestáns etika gondolata is. De ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan tan, ami csak úgy megáll, és ma nem érvényes. Tehát Európa elveszítheti azt az előnyét, amit a reformáció korában szerzett, hogyha nem figyel ezekre a dolgokra. A reformátusok általában Isten tiszteletekkel ünnepelnek, hálát adnak Istennek a Szentírás ajándékáért, hogy ez hozzánk jött, hogy közvetlenül Istenhez fordulhatunk, tehát nincsen közbevetés, nincs fal, nem a hierarchiától függ, az egyházi hierarchiától az Istenhez való jövetelünk, hanem minden ember jöhet az Úrhoz, és megélheti az ő keresztény életét, és ez megmutatkozik mindenben, az éneklésben is. Azt mondták régen, hogy a katolikus egyházban valaki énekel, a többiek hallgatják. A luteránus egyházban szól az orgona, és néha énekelnek. A református egyházban mindenki énekel. Tehát ilyen közrésztvevői lettünk az Isten tiszteletnek. Tehát mindenki hozzá tud csatlakozni. Tehát talán ez az érdekesség. És a kereszténység ma ilyen pluriformitásban él, tehát több formaságában.